Hatodik fejezet. A gyerekek eltűnnek. Ismét felbukkan az argentin titkosügynök, a lófugú gavallér esete, emlékezés andalító zenével, a három gyerek rejtélyes eltűnése. Az evezők halkan csobbantak. A csónak fateste azonnal élővé vált, mozgásba lendült, nátszálakhoz ütődött. A frisszöld, keskeny levelek súrogva súrolták a csónak oldalát. A nap már felkelt. Narancsvörös koronként lesett be a nádasba, áttörve a hajnali ködök megfoghatatlan, áttetsző párain. A fiúk nem vették észre, hogy elszöktél? Nem, nem. Alszanak még. Ákos pedig korábban elment dolgozni, még 5 óra előtt. Az én Anikóm is alszik, mint a bunda. Mire felébrednek az unokák, már otthon is leszünk. Egy kicsit azért félek. Mi lesz, ha véletlenül vihar tör ki? Ugyan, hogyan törhet neki? Látod, mindent elfelejtettél már, amit pedig tudnod kellene, hiszen te is a Balaton partján születtél. Vihar soha nem keletkezik hirtelen. Rengeteg jel mutat rá már előzőleg is. Csak érteni kell ezekhez a jelekhez. Most viszont nézd csak az északi partra. Csupa ragyogás. És körös körül az égbolt alja fényes, egyre fényesebb. Nem lesz vihar, Málikám, egy másodpercre sem. Amália a csónak végében üldögélt. Összehúzta vállán a kendőt, a nyílt víz felől hűvös szellő lebbent. Minden úgy történt, ahogyan 40 évvel ezelőtt, mondta halkan, elgondolkozva. Akkor is reggel szöktem ki a házból, hogy veled találkozzak. Csak akkor a szüleim aludtak a szobában. Gergely húzott még néhányat az evezőkön, válla felett előre pillantott. Kün voltak már a nyílt vizen, a tó szélén. A nádas mögöttük maradt bólogató bugáival, susogó leveleivel. Az öreg letette az evezőket, maga elé nézett egy ideig. A hátát kellemesen sütötte a nap. Fehér ingének ujját feltűrte. Inas, barna karjával tartotta az evezőket a víz felett. A tollakról a vízcseppek ezüst golyóként hullottak a zöld, hullámtalan felszínre, apró köröket gyűrűztek. 40 évvel ezelőtt minden másképpen volt, jegyezte meg végül. Meleg szemében visszatükröződött a fehéren ragyogó ég. Amália a fejét rázta. Nem igaz, Gergely. Sok minden másképpen volt, igaz, de nem minden. Nézd a szoknyám szélét, nedves. A fű még harmatos ilyenkor. A borzogvár pázsitján rengeteg kis vízcsepp csillogott. És annak idején a parton végig fűnőtt. Emlékszel? Ahol ma azok az üdülők állnak, meg a strand. Neked már akkor is a víz volt a mindened, meg a lovak. Még az igavonolóra is szerettél volna ráülni. Volt egy kis lélekvesztőd is, nem ilyen szép nagy csónak. Gergely sóhajtott. Megint húzott néhányat az evezőkkel, aztán hagyta, hogy a feltámadó szellő lassan sodorja őket a nádas előtt. A partról magas házak, tetőablakok néztek a víz felé. 2 sirály szállt el a part felé, a jegenyék között, mintha egyé váltak volna. Az őket követő tekintet egyetlen cikázó fehér foltot láthatott csupán. Csak egy kicsit megöregedtünk, mondta Gergely, és mosolygott. Amália átvette a mosolyt. Kinyújtotta a lábát, a csónak megvillent, erre 2 kézzel markolta meg a palánkot. Az öreg szemébe nézett. Talán nem is öregedtünk meg, Gergely. Csak idősebbek, tapasztaltabbak lettünk. Meg betegebbek, tette hozzá kesernyés mosollyal a férfi. Legalábbis én. A vérnyomásom, a szívem, de hiszen tudod, mondtam már. Ahogy így húzod az evezőt, senki sem mondhatná, hogy baj van a szíveddel, nevetett Amália. Úgy evezel, akár annak idején, amikor még legény voltál. Legény? Legyintett az öreg. Hol van az már? Elrepült az idő. Amália a vizet nézte.
A csónak mellett apró örvények siklottak, hátraforogva, hínár darab merült fel, sötétzöld rücskös levélen hideg, kékes nyálkás bevonat. A csónak fája megfeketedett az időtől, néhol kissé korhadt is. Lehet, hogy Gergelynek nincs már kedve javítgatni. Valamikor pedig arról ismerték, hogy nagyon törődik a hajójával. Amália rámosolygott a férfira. Gergely szép őszfeje eltakarta a napot. Tűzfény vágott az asszony szemébe, egy pillanatra sötét lett, fehér folt táncolt csukott szemhéja alatt. Aztán újra megjelent a világ, ezer színnel, hanggal. A nádas zúgott, madarak röpültek felette. A csónak alatt kicsiny hullámok feleseltek a hajótesttel, csobogva. Kérdeznék valamit, mondta hirtelen Amália. Kérdezz. Gergely csak egyik kezével evezett, a csónak körbefordult. A nap most az ő szemébe sütött. Amália feje körül rajzolódott ki a lobogó lánkoszorú. Amália elnézett a túlsó part felé. Valahol, nagyon messze, vonat haladt. Szabad szemmel alig látható, éppen csak sejthető kis, fekete hernyó, piros mozdonyfejjel az elején. Ablaksor csillant, kürtszó jött a víz felett, alig hallották meg. A két sirály most kanyarodott vissza a jegenyék felől. Egymástól távol repültek, mintha semmi közük sem lenne egymáshoz, egyik balra húzott el mellettük, a másik meg jobbra. Most inkább mégsem, rázta fejét Amália, majd máskor. Menjünk ki a partra, kérlek. Ezt nem gondolhattátok komolyan. Huba a hátán feküdt, alig csapkodott karjával, mégsem merült el. Mit? Kiáltotta Anikó. Ő is megpróbálta hátán úszni, de néhány karcsapás után hirtelen elmerült. Csaba szerencsére résen volt, elkapta a lány haját és talpra állította, mert ott már leért a lábuk a fenekére. Erezd el a hajamat! Csapkodott maga körül vakon a kislány. Minden fuldoklót a hajánál fogva kell kimenteni, világosította fel Csaba szolgálatkészen. De Anikó azonnal az arcába fröcskölt néhány liternyi Balaton vizet, erre inkább ő merült el. Néhány buborék bukkant fel a merülés helyén, majd semmi. Anikó nyugtalanul tekintgetett körül. A fiú nem merült fel. Belefulladt! Kiáltotta rémülten. Huba nyugodtan áldogált mellette. Nem úgy festett, mint akit különösebben megrázott a dolog. Fulladt a fenét! Vonogatta a vállát. Nem ismerette még a családunkat. Közülünk még senki sem fulladt vízbe, senki sem ütött el vonat, autó, hajókötél, cséplőgép, talicska. Így folytatta volna, de akkor 15 méterre tőlük felbukkant Csaba feje. No látod, fejezte be eszmefuttatását az iker. Semmi baja, épp úgy vigyorog, mint 12 éve minden nap. Inkább felej már, komolyan gondoljátok, hogy össze kéne házasítani az öregeinket? Hát persze, hiszen úgy összeillenek, vélte Anikó. Gondoljátok? Gyerekkoruktól ismerik egymást. Csaba most közvetlenül mellettük bukkant fel. Mi is ismerjük egymást, pillantott Huba Anikóra. Akkor ez azt jelenti, hogy te leszel a feleségem? Még csak az hiányzik, csapott a vízre Anikó. Csaba álnokul felnevetett, majd valamivel komolyabban folytatta. Nekem úgy rémlik, hogy valamikor nagyon jobban lehettek. 40 évvel ezelőtt az őskorban, legyintett Anikó, és elúszott jó messzire. A két fiú kis habozás után követte. A stégen fekvő alakok közül valaki felemelkedett, merőn nézett a gyerekek felé. Hé, ti hárman! Kiáltotta. Anikó éppen arra nézett, felismerte. Fiúk, ott az argentin titkos ügynök. A kék inges. Miért vörös inges is van? Az hát, nézd, hogy üvöltözik. Egészen elkékült a feje. Mit akarhat megint? A férfi a napozó lépcsője felé vette útját. Alig tette a lábát az első lépcsőfokra, a három gyerek hátat fordított a stégnek, és gyorsan a part felé gázolt. Meneküljünk!
A férfi kétségbe esett hangon kiabált utánuk. Várjatok meg! Várjatok meg! Dehogy is várunk meg, zihálta Csaba. Derékig érő vízben futottak. Nyomás ki a partra, ott eltűnünk, mielőtt kiér. Csak tudnám, mi baja folyton velünk. Bántottuk, vagy mi? Nincs elég hely ezen a strandon. Igaz, másokkal is kötözködhetne már egyszer. Valamiért kiszúrt bennünket, állapította meg Anikó, amint elérték a partot. Felszaladtak a deszkahídra. Hely, ikrek, nem bántottátok? Mi? Őt? Vette a mellét Huba, és a szemét forgatva esküdözött, hogy aztán halkabban tette hozzá. Csak egy kicsit, de egyetlen ujjal sem nyúltunk hozzá. Különben sem verekszünk felnőttekkel, tette hozzá Csaba. Annak általában rossz vége szokott lenni. Bölcselkedett futás közben Anikó. Kezd elegem lenni ebből a fickóból, mondta Csaba. A balatoncsillagi eszpresszó kis teraszán ültek a főtéren. A muskátlikkal díszített korlát másik oldalán zajlott a délutáni élet. Ugyan hagyd, legyintett Anikó. Legalább egy kis izgalmat ad. Úgy is olyan unalmas itt az élet. Amióta velünk találkoztál, azóta is? Kérdezte szemtelenül Huba. Nem várt válaszra, nem is kapott. Mindhárman csendben ültek, a tér poros akácfáit, az elelhúzó külföldi autókat nézték. Valami nagy kaland kéne, sóhajtotta Anikó. Ajkai közé vette a poharat. A bepárásodott üvegen ott maradtak ujjai nyomai. Kólát iszogattak. Csaba egyszer csak az asztalra könyökölt, álla leesett, dadogva szólt. Gyerekek, leittam magamat. A részegektől ellesett mozdulattal próbálta feltámasztani a fejét. Ne hülyéskedj! Mindenki téged néz! Sziszegte Anikó. A kutyát sem érdekli, hogy a világon vagyunk, legyintett Csaba, hirtelen kijózanodva. Kit látnak szemeim? Rikkantotta Huba. Most már tényleg az egész eszpresszó közönsége felfigyelt rájuk. Kit? Szenyóra Amália masírozik a téren, jelentette ki ünnepi hangon a fiú. Ott közeleg a mozi mellett. Előjut eszembe, mit játszanak a moziban? Okvetetlenkedett Csaba, de a másik kettő nem is figyelt rá. Amália néni megállt a tér sarkán, a hirdető oszlop mellett. Sárga szoknya, sárga szandál, sárga blúz volt rajta. Az ember sárgaságot kap, ha csak ránéz, fintorgott Csaba. Mint egy kanári, segédkezett Huba is. Bizonyára tetszik neki a sárga szín, védelmezte Anikó a nénit. Vár valakire, állapította meg szakértelemmel Huba. Az óráját nézi. Legnagyobb csodálkozásukra néhány másodperc múlva egy vadidegen férfi lépett a nénihez. Magas, sovány, keskeny arcú, 50 év körüli férfi volt, kifogástanul szabott világos öltönyben, nyakkendővel, csillogó félcipőben. Fekete szemöldöke dúsan tenyészett, csupasz arcán mosolyfény lett. – Hát ez ki? – hördült fel Csaba, mint egy sebzett vadállat. – Honnan került ez ide? – Valami udvarló, jegyezte meg Anikó, de neki is kiszáradt a szája az izgalomtól. Gyorsan töltött a poharába, Huba kólájából. A férfi, mintha csak kabátja alól varázsolta volna elő, virágcsokrot nyújtott át a néninek. Hát ez már sok, csapott az asztalra Huba. Ki ez a jöttment? És mit akar a nénitől? Erre jönnek. Fizessünk és húzzuk el a csíkot. De a pincért éppen sehol sem lehetett látni. Kénytelenek voltak hát ott ülni az asztalnál, és tétlenül nézni, hogy a néni és az idegen férfi éppen oda tartanak, helyet foglalnak a terasz másik végén, egy kétszemélyes kis sarokasztalnál. A férfi szüntelenül mosolygott, szemben ült a gyerekekkel. A néni szerencsére nem láthatta őket. A virágokat szagolgatva beszélgetett udvarlójával. Most mit csináljunk? Türelmetlenkedett Csaba. Csak nyugalom, úrficskáim, Anikó a néni stílusát utánozva. Fő a nyugi, mit ugrátok?
A néniteknek nincs joga azzal randizni, akivel akar. És Gergely bácsi, tört ki Huba, hiszen ő udvarol a néninek. Igen? Csodálkozott Anikó. Nem vettem ugyan észre, hogy különösen törné magát, de nevezzük így, hogy udvarol. Attól még udvarolhat a néninek más is, vagy nem? Ilyenek vagytok ti nők, jegyezte meg Csaba utánozhatatlan hangsúllyal, kesernyésen. Átejtitek a férfiakat. Tegnap arról beszéltél, hogy összekéne házasítani a nénit Gergely bácsival, emlékeztette Huba szemrehányóan a kislányt. És tessék, most meg a pártját fogod, mikor mással találkozgat. Mi az, hogy találkozgat? Ingatta fejét Anikó. Most először futott össze a... ezzel a... Honnan tudod, hogy először? Látom, felelte bölcsen a kislány. És ha először, akkor fog többször is, okoskodott Csaba, merően figyelve a sarokban élénk beszélgetésbe merülő párt. Amália gyöngyöző kacaját hallották. A néni szemlátomás jókedvű volt. A szikár férfi arcán is mosolyszerű rángás jelent meg. Sárgás fogak bukkantak elő mély üregükből. Olyanok az agyarai, akár egy jobbházból való 5 éves hullának, jelentette ki Huba fintorogva. Anikóra pillantott, értékelje humorát, de a kislány a tér másik végébe nézett. Hirtelen elsápadt. Mi a bajod? Kérdezték az ikrek egyszerre. Nagyapó jön! Suttogta elhalóan Anikó. Még csak ez hiányzott. Gergely bácsi baktatott ráérősen a bútorbolt előtt. Többen köszöntötték a helybeliek közül. Az idegen turisták rövidnadrágos, szalmakalapos, hátizsákos, trikós, tornacipős folyamában magányos sziklaként állt az öreg. Hajlott, fekete ruhás alakja, őszbajusza, mintha egy idegen világból került volna oda hirtelen. Most mit izgulsz? Kajánkodott Csaba. Az előbb méltóztatták kis előadást tartani arról, hogy a néninek egyszerre többen is udvarolhatnak, nem de bár? Az utolsó szót gúnyosan, finomkodva ejtette ki. De ha nagypapa meglátja ezt a lófogút, szomorú lesz, vélte a lány. Épp most kell erre jönnie, méltatlankodott Huba. A postán volt, levelet küldött apáméknak. De ha eljön a presszó előtt, biztosan észreveszi a nénit. És a lófogú gavallért. Akkor nyomás, mire vársz? Térítsd el az öreget! Lökte meg Csaba Anikót. A kislány már rohant is. Végre felbukkant a pincér, az ikrek összeguberálták a számla összegét. A nap már a háztetők felett állt. Késő délután volt. Anikó nagyapjához rohant. A fiúk messziről is látták, mennyire igyekszik más irányba terelni az öreget. Az utcasarkon meg is álltak, vitatkoztak. Gergely bácsi a fejét rázta, búcsút intett unokájának, és újra elindult a presszó felé. Anikó nagyapja háta mögött, tehetetlenül széttárt karokkal jelezte a fiúk felé, nem sikerült. Te vagy én? Kérdezte Csaba Hubától. Felpattantak. Te. Felelte röviden a fivére. Csaba már sietett is. Áttolakodott az asztalok között. Bocsánat, bocsánat, rebegte halkan. Két ugrással Amália asztalánál termett. A lófogó udvarló éppen valamit mesélhetett a néninek, mert szemében furcsa fény gyúlt, nagy beleéléssel beszélt, kezével élénken gesztikulált. Csaba lehajolt a néni széke mögött, mintha lejtett tárgyat keresne, és egészen közelről félhangosan súgta. Gergely bácsi a láthatáron. Irány a mosdó! És már fel is állt, farccal ballagott el a kijárat felé. De Amália nem úgy reagált, ahogyan a fiúk számítottak rá. Nyugodtan ülve maradt, majd, amikor a férfi befejezte történetét, udvariasan nevetett. Huba közben a presszó bejáratánál harabdálta az öklét idegességében. Gergely bácsi már a presszó elért. Ekkor Amália pedig háttal ült az utcának, valamit mondott a lófogúnak, felállt és a kijárathoz ment. Óramű pontossággal találkoztak. Szervusz, Málika, mondta Gergely, de a tekintete a sarokasztal felé kalandozott. Szervusz, Gergely, hogy vagy?
Jól. És amint látom, te is jól szórakozol. Az öreg sokat mondó pillantást vetett a lófogú úriemberre. Amália elértette ezt a tekintetet. Ja, ő! Á, csak egy udvarlom! Legyintett méltóság teljesen a néni. Szemében vidám szikrácskák csillantak. Majd pajkosan kezdte, az asztalnál várakozó férfi felé intve. Hogy tetszik? Gergely már nem volt olyan vidám. Elkomorult tekintetet vetett Amáliára. Hát éppenséggel, morogta kedvetlenül, aztán rántott egyet a vállán. Nekem aztán mindegy, semmi közöm hozzá. Bizonyos vagy ebben? Kérdezte Amália. Ekkor már nem nevetett. Nyíltan nézett az öreg tanító szemébe. Komolyan. Várakozással. Gergely erre nem tudott válaszolni. Amália lassan megfordult, visszament a lófogúhoz. Leült. Gergely állt még egy másodpercig, aztán elballagott hazafelé. A gyerekek a mozi előtt találkoztak. Az előbb panaszkodtunk, hogy unalmas itt az élet. Hogy valami kaland kéne? No, most megkaptuk. De miért izgulunk? Vont vállat Anikó. Végül is ez az ő dolguk. Mindegyik felnőtt. És már milyen régóta azok? Sóhajtotta Huba. Szegény Gergely bácsi. Ezt Csaba mondta a mély hangon. Elnézett a tér felett. Két eset lehetséges. A néni vagy nem hallotta meg a figyelmeztetésemet, vagy szándékosan rendezte így az egészet. A nőktől mindenki telik, vélte Huba, de még idejében ugrott el Anikó nyakleves elől. Azt hiszem, bánatunkban moziba megyünk. Csaba a bejárat mellett kiakasztott fényképet tanulmányozta. Olasz vígjáték. 14 évtől ajánlott. Épp 14 évesek vagyunk, nem? Huba kihúzta magát, mellét kidüllesztette, és a pénztároshoz lépett. De rögtön vissza is szólt Anikónak. Nincs véletlenül egy tízesed? Az előbb a pincér a presszóban elszedte az összes apró pénzünket. A hálószoba ajtaja résnyire nyílott. Huba azonnal behunyta a szemét. Úgy tett, mintha aludna. Amália egy percig hallgatózott, aztán óvatosan beuvakodott a fiúk szobájába. Zseblámpa halvány kévéje vetődött a falra. Huba szeme résnyire nyílt, igen keskeny résnyire. A másik ágy felől Csaba szuszogását hallotta. Iker testvére csak ugyanaludt. A néni halkan motoszkált. A székeken heverő ruhadarabokat szeregette össze, olykor-olykor sóhajtott egy nagyot. Huba hirtelen kinyitotta szemét. Amália néni, suttogta álmosan, mintha csak most ébredt volna. Psszt, suttogta Amália. Aludj csak szépen, mindjárt kimegyek, kisfiam. Mit tetszik csinálni? A piszkos ruháitokat szedem össze. Valakinek olykor ki is kell őket mosni, tudod? Huba érezte, hogy az ágy széle megsüllyed. Parfüm illat terjedt el a levegőben. A néni ott ült mellette. Aludj, fiam! Már alszom is! Készségeskedett Huba, de szeme nem csukódott be. Amália néni nem oltott el a zseblámpát, kósza fénykarika vándorolt lassan a falakon. Huba úgy érezte, beszélnie kell. A paplanon vándorló tenyere rátalált a néni meleg kezére. Amália néni, ki volt az a lófogú fickó ott a presszóban? A kávéházban? A néni hangjában, mintha diadal csendült volna. Hát egy udvarlom. Hol tetszett megismerni? A strandon, fiam. És megbeszéltem vele egy találkozót. Egy randit, ahogy tiszt mondjátok újabban. És Gergely bácsi? Amália nem válaszolt rögtön. Megszorította Huba kezét, és felállt. A zseblámpa fénye a padlón szaladt össze apró foltá. Majd egyszer mindent megtudtok. Most aludj szépen. Már az ajtóban volt, de visszafordult egy pillanatra. Annak a másiknak pedig nincsenek is lófogai. Suttogta még vidáman, majd halkan, nagyon halkan becsukta maga mögött az ajtót.
A lófogó úriember, mert a fiúk továbbra is állították, hogy lófogai vannak az illetőnek, másnap is felbukkant. Ezúttal a strand előtt cserkészte be a nénit. Amália örömteli mosolyjal üdvözölte. A lófogó kezet is csókolt a néninek. Ezt az ikrek már látni sem bírták. Mielőtt a néni bemutathatta volna őket udvarlójának, gyorsan besiettek a kapun. Anikó a stég feljárója mellett feküdt a füvön, és messziről látta a jelenetet. Nem tetszik nekem ez az ember, bűnnyögte. Nekünk sem. Az ikrek villámgyorsan ledobták ruháikat, és mindhárman rohantak a vízbe. Valamit tennünk kellene. De milyen jogon? Agályoskodott megint Anikó. Végül is a nénitek azzal jár, akivel akar. És mit szólt este Gergely bácsi? Nagyapó. Anikó nyakig a langyos vízbe merült, barna válla csillogva bukkant ki a kis hullámokból. Hát nem vetette fel a jókedv, az biztos. Alig evett valamit vacsorára. Igaz, máskor sem eszik sokat. Aztán csak ült az asztal mellett, maga elé nézett, és 5 percenként annyit mondott, na hát, ki gondolta volna? Izgalmas társalgás lehetett, vélte Huba. Itt valami bűzlik, mondta erre Csaba. Huba beleszagolt a levegőbe. Csak nem a hínál megaródható nádas. Nem úgy értettem, fafejű. Az ügyben van valami olyan, amiből balhé lehet. Mi baj lehetne? Huba lebukott, úszott egyet a víz alatt, majd ismét felmerült. Haja a nedves tincsekben tapadt a homlokára. 1 hét múlva vége a nyaralásnak. Mindenki hazamegy és kész. Ha ez ilyen egyszerű lenne, sóhajtott Anikó. Először is. Gergely bácsi és én maradunk. Amália nénétek pedig... Beszéltétek, azt csinál, amit akar. Elintézheti, hogy ő itt maradjon, akár egész nyárra, Ákos bácsinál. A lófogó pedig? Végül is ki tudja. Akár ő is itt maradhat, nem? Nem ajánlom neki, morogta Csaba. De meglepte, amit Anikó mondott. Csak ugyan megtörténhet, hogy ők ketten Hubával elutaznak, amint apáik megjönnek Görögországból, de az itteni események ezzel nyilván nem érnek véget. És nélkülük játszódik majd le minden. Levelekből tudják meg, hogy mi történt a lófogóval, Gergely bácsival, és mindenek előtt Amália nénivel. Ha ugyan egyáltalán valaki veszi magának a fáradtságot az itteniek közül, és értesíti őket a fejleményekről. El kéne intézni még ezen a héten, mondta végül. A lófogót? Érdeklődött szívélyesen Huba, és megmutatta a karizmait. Bízd csak rám! Ütődöttek vagytok! Anikó a nádas széle belé vezette őket. Gyertek, meg ne lásson bennünket a néni! Mással van most elfoglalva. Csaba a partot kémlelte. Amália és a lófogó egy fűzfa alá telepedtek. A férfi táskarádiót tett a pokrót szélére, napolajat ajánlott fel. A néni mosolyogva visszautasította. Előbb az a kék inges titkos ügynök, most meg ez a lófogó. Ingat a fejét Huba. Túl sok a jóból. Lehet, hogy ez terrorista, szaladt meg Csaba fantáziája, és el fogja rabolni a nénit. Mert bizonyára azt hiszi, dúsgazdag argentin milliómos nő, tódította a fivére. Hagyjátok már abba! Legyintett Anikó, és felnőttes, oktató hangon folytatta. Egyszerűen arról van szó, hogy a lófogónak megtetszett a néni. Honnan tudod? Érdeklődött gyanakodva Huba. Látom! A kislány hangjában olyan erős meggyőződés vibrált, hogy az ikrek nem kérdezősködtek tovább. Csak egymásra pillantottak, jelentőség teljesen. Szóval látod. Így Huba. Jó szemed lehet. Csaba elkapott egy nátszálat, elengedte. A rugalmas, zöld botocska fellendült a levegőbe, a vége meg-meglibbent a gyenge szélben. Ússzunk egyet, aztán megbeszéljük, mit tegyünk. A nap hosszú aranyhidat vetett a vízre. Az egyik vége valahol messze a hegyek alatt veszett el a tündöklő távolban. A másik vége a nád szélén bújt elő, az örökké susogó,
hajlongó szálak közül. Este a fiúk felmentek a toronyba. A kőfalakra a keskeny lőréseken beszivárgó gyérvilágosság rajzolt furcsa foltokat. Csak egymás csillogó szemét látták. Megfigyelés alatt tartották a környéket, ahogy Csaba mondta. De hamar megunták ezt a játékot. Amália néni a várudvaron aggatta kötelekre a mosott ruhákat. Ákos bácsi a pincében fút faragott valamit. Békés hangulat uralta a borzokvárat. Még foltos is kimerülten hevelt szokott helyén, a boltíves kapuajban. A fiúk halkan beszélgettek. Kívülálló ugyan nem sokat értett volna ebből, mivel remekül ismerték egymás gondolatait, mindegyik csak a felét mondta elmondani valójának, ikertestvére úgyis kitalálta a másik felét. Az űrhajózás, az afrikai rabszolgakereskedelem, a dinnyetermesztés, az albinó majmok problémaköre, a Balaton vizének esetleges sebgyógyító hatása, a pókok magánéletéből ellesett jelenetek, a tökfőzelék egészsége általmas volta, és néhány hasonlóan magasöptű téma szerepelt ebben a beszélgetésben. Már majdnem sötét volt, amikor Huba megragadta fivére karját. Oda néz ki jön ott! Gergely bácsi baktatott át a pázsiton. Egyenesen a vár felé tartott. Nyomás, szóljunk a néninek! Lelkendezve rohantak le a falépcsőn. Huba majdnem leesett. Csaba suttogva kiabálta végig az udvart. Amália néni! Aztán elbújtak a pincében. Ákos bácsit is értesítették az újabb fejleményről. Most már hárman lapultak a pince ajtó mögött. Huba arra gondolt, Ákos bácsi számára is kellene egy feleséget keríteni. De honnan? A kapuban halk beszélgetés folyt. A szavak nem hallottak el a pincéig. Aztán Amália néni szaladt át az udvaron, hirtelen kitárta a pince ajtót. Ákos, aki előzőleg az ajtónak támaszkodott, most majdnem kiesett a kövezetre. Átöltözöm, és elmegyünk, közölte a néni ellentmondás nem tűrő hangon, de vidáman. Hová? Kérdezte Csaba. Valami szórakozó helyre. Táncolni, tette hozzá a néni felcsillanó szemmel. Az ablakokon beszűrődő gyérfényben is látták, mennyire örül. Gergely meghívott ma estére valamilyen szórakozó helyre. Ugye, így mondják ezt manapság. Elvisszük Tivadart is, illetve ő viszel bennünket. No, ez még kérdéses, ismerve Tivadart, morogta Huba. A zene andalító, lassú ütemével szinte beléjük lopózott. A város idegen volt, majdnem egy órát autóztak végig a fényárban úszó parton, mire ideértek. Külföldiek és magyarok tömegében forgolódva találtak rá erre a vendéglődre. A kis zenekar javarészt lassú, régi számokat játszott. Papírlámpák lógtak a fák alacsony ágain. Karneváli hangulat, mosolygott Gergely. Ezt a helyet egyenesen nekünk találták ki. Itt nem kell vitustáncot járni. Valahogy nem tetszenek nekem ezek a modern táncok, panaszkodott Amália. A móló végén egyenletesen villagott a hajók zöld jelzőfénye. A tó vize fekete lett, csak a part mentén élénkült meg kissé, mintha egy láthatatlan óriás ezernyi apró fényfoltot hintett volna szét. A parti lámpák és az elelhúzó autók fénye kicsiny hullámok hátán himbálózott. Csodaszép itt, suttogta Amália. Igen, itt minden szép. Gergely, mintha hangsúlyozta volna az itt szót, gondolta Amália. Talán szebb is, mint akkor, felelte, és most ő is hangsúlyozta az akkort. Gergely bajusza kissé megrándult. Akkor? Akkor annyi minden másképp volt. Ezt meg kell mondani Amáliának is, gondolta. Akkoriban sok minden másképp volt. Bennünk is, körülöttünk is. Fiatalok voltunk, Málika. Mit számít a kor? Legyintett az asszony. Ha a lélek fiatal, akkor minden fiatal. Gergely csak dörmögött. Amália közbeszólása kizökkentette kissé. Csak egy dolgot nem értek,
mondta hirtelen Amália. És ezt már 40 éve nem értem, Gergely. Válaszolnál egy kérdésemre? Az öreg mindkét kezével a fakorlátba kapaszkodott. Hátuk mögött egy pillanatra feldübörgött a zene, fejük felett meglebentek a lampionok. Sejtette, mi lesz az a kérdés. Egész héten erre várt. Amália mélyet lélegzett. A vízben cikázó fényfoltokat nézte, ő is megfogta a korlátot. Küszködött magával. Végül halkan rákérdezett. Azon a reggelen. Miért nem jöttél el? Vártalak, hiszen úgy beszéltük meg, velünk jössz. Apám is beleegyezett, pedig csak az utolsó előtti napon mondtam meg neki. Anyám még örült is. Egy fiatal férfi sokat segíthet rajtunk ott az idegenben, mondogatta. És én is örültem. Súlya lett a csendnek. A zenekar éppen befejezte a játékot. A táncosok felajzva vonultak el, valaki hangosan tapsolt. A távoli fények közömbösen villogtak a nagy víz felett. Gergely még egyszer megmarkolta a korlátot, aztán hirtelen elengedte. Megfordult. Tekintetük találkozott. Nézd! Én akkor reggel tényleg el akartam szökni. Ott hagyni a szüleimet, a falut, mindent. Ahogy megbeszéltük. Mert én valóban nem akartam nélküled élni. Kész voltam veletek menni Franciaországba, és ha kell, Amerikába. De ahogy kimentem az udvarra, soha nem felejtem el azt a hajnalt, Málika. Még majdnem sötét volt. Éppen csak közeledett a nap. Az istálóban a tehén meghallotta, hogy fent vagyok már. Elbődült. A kutyánk a lábamhoz dörgölözött. Verebek csilipeltek a tetőn, és az az illat, a földszagát éreztem, Málika. Elindultam ugyan a házatok felé, a kertek alatt mentem, de harmatos volt a fű. Láttad már a harmatos mezőt? Éppen feljött a nap. Minden fűszálon ragyogott egy csepp, a napfelőli oldalon vörös, zöld, kék, sárga cseppek, és egy varjú szállt le a jegenyék elé. Én pedig arra gondoltam, azokban az idegen országokban lesznek-e varjak? Meg jegenyék? Lesz-e kutya, amelyik a térdemre fekteti a fejét, szemembe néz? Nem csak nélkülözés, éhezés vár ránk. A rossz sors nem kedvez a szerelemnek sem, Málika. Ezért aztán visszafordultam. Nem mentem el hozzátok. Megint az a csönd. Amália hirtelen észrevette, hogy elmosódnak a fények. Előbb a túlperti sárga lámpasorok, aztán a közeli fehérek is. No igen, könnyebb lettével a szemét. Lassan, nagyon lassan vette elő a zsebkendőjét. Gergely csendesen állt mellette. Mereven nézett valahova a messzeségbe. Nehogy azt hidd, hogy megijedtem, tette hozzá a tanító. Valami itt tartott, no. Nem tehetek róla. Erősen megfogott, Málika. Nem voltam képes elszakadni. Sírsz? Amália erélyesen rázta a fejét, eldugta a zsebkendőt. Mosolyogni próbált. Nem, ugyan dehogy. Bizonyára helyesen tetted. Nekem ugyan rosszul esett, mert... Mindegy, Bécsben sem volt valami jó, akkoriban már mindenki sejtette, hogy jönnek a németek. Tovább mentünk gyorsan Párizsba. Onnan ledélre. Kisvárosokban dolgoztunk, főleg parasztoknál. A nyelvet nem ismertük. Apám akkor határozott, hogy jobb lesz Dél-Amerikába menni. De indulás előtt anyám megbetegedett. Ott is halt meg. Kifújta az orrát ideges mozdulattal. Aztán elnézett a túlsó part felé, a fények tisztán látszottak ismét. Nem voltak könnyű évek. Az itteniek sem. Az öreg önkéntelenül is végig simította bajuszát. Jött a háború. Elvittek a frontra, aztán a front jött el ide, éheztünk, nyomorogtunk. Csak a háború után tanulhattam tovább, pedig azt hittem, öreg már az én fejem iresmire. Így lettem tanító. Nem akartam elmenni a faluból, jó volt itt nekem.
Megnősültem. Nem panaszkodhatom, jó asszony volt a feleségem. Málika elengedte a korlátot. Hosszan nézték egymást. Ekkor hangzott fel a zene újra. Lassú számot játszottak. Elsőként Gergely mozdult. Gyere! Nyújtotta a kezét. Válluk összeért, ujjai kapcsolódtak. A dallamok felfelcsaptak, a zene andalító ritmusában olyan jó volt megfeledkezni minden rosszról, ami valaha történt. Késő éjszaka érkeztek vissza Csillagra. Tivadar útközben néhányszorra koncátlankodott, egyszer negyed órára be is szüntette szolgáltatásait, de néhány erősebb rúgással meggondolta magát. Amália néni először letette Gergelyt, aztán a Borzogvár felé kanyarodott. A vízözön előtti jármű égtelen csattogással kanyarodott a nyugalmas, csendes kis utcákon. De az egyik sarkon "Caramba!" kiáltotta a néni, és teljes erőből a fékre taposott. Tivadar, mintha csak megérezte volna, hogy ezúttal a felesem tréfa iszonyú csikorgással megtorpant. A lámpák fényképében egy férfi állt integetve az úttest kellős közepén. A néni azonnal felismerte a kékinges, argentin titkos ügynököt. – Asszonyom! – kiabálta a férfi. – Az öné ez az autó? Beszélni szeretnék magával. A néni egész testében remegett. – Ez a szerencsétlen már órák óta itt lakulhat a vár közelében. És most pontosan eléje ugrik? – Nem fogok magam miatt börtönbe kerülni! – üvöltötte válaszul. Nem vette észre, hogy izgalmában spanyolul beszél. Átkok egész felhőjét zúdította a férfira, aki ázott madárként, lógókarral állt az autó mellett, és kerekre tágult szemmel bámulta a nénit. Amália mondott még néhány ékes szófüzét, ezek spanyolul legalább olyan hatásosak, mint magyar megfelelőik, aztán hirtelen gázt adott. Tivadar megsarkantyúzott paripaként ugrott előre, éppen csak a fejét nem vetette fel, és elszáguldottak. A férfi ott maradt valahol a sötétbe borult járdán. Majdnem elütöttem, füstölgött magában a néni még a várudvaron is. Hát normális az ilyen. Képes ott átcsorogni órákig. Ez a fickó tényleg akarhat valamit tőlem, mondta. És elgondolkodva pillantott a csipkés várfalakra. A csillagok ismerősen néztek rá.